Köszöntöm a VKC televízió nézőit, önök a Budakalászpa hírmagazinunkat látják, lássuk először témáinkat röviden. Az év utolsó hangfonó koncertje. Véradást szervez a Vörös Kereszt. Az ifi kézisek is kikaptak Tatabányától. A hangfonó koncertsorozat legújabb és az év utolsó alkalmával a Budakalászon élő Milosevic Pirkó Milán adott önálló koncertet december 3-án a Kóskároly Művelődési Házban. Az idei év egyik újdonsága volt a hangfonó könnyűzenei koncertsorozat a Faluházban, aminek népszerűsége egyre nőtt az év folyamán. Régen terveztük, hogy egy olyan könnyűzenei sorozatot is elindítunk, ami nem rockzenei, hiszen van egy rockház nevű rockzenei sorozatunk. De a rockzene mellett a könnyűzene más ágai, területeit is szerettük volna már sorozatba fogni, sorozat jelleggel a házban megjeleníteni, és ezért először próbálkoztunk egy jazzzenei sorozattal, de azt is túl szűknek találtuk. Tehát olyan könnyűzenei sorozatot szerettünk volna, amiben belefér a funky, belefér az etno és világzene, belefér a pop, belefér a soul. Úgyhogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy mivel van egy rockház nevű rockzenei sorozatunk, van egy örömzene, most már van egy örömzene, örömmel tudathatom, hogy egy örömzene című komoly zenei sorozatunk, a hangfonóval együtt ez egy nagyon széles spektrumot lefed, és aki a művelődési házba eljön a mi koncertjeinkre, nagyon sokféle színvonalas zenei produkcióval találkozhat. Azt gondolom, hogy kezdik megismerni a város lakosai és a környéken élők is. Én szoktam kérdezgetni a koncertekre érkezőket, hogy honnan jönnek. Jönnek Szentendréről, Pomázról, Budakalászról, a harmadik kerületről, volt már, hogy messzebbről is eljöttek. Úgyhogy igen, szerintem kezd a neve beívódni a köztudatba. De természetesen még azért dolgoznunk kell azon, hogy jobban megismerjék. Azt hiszem, hogy a januári Magyar Kultúra napján Bércesi Róbert lépett föl először, és azóta talán ez itt a 20. koncert, de lehet, hogy egy párat tévedek. Május-júniusban 8 koncert volt, ugyanis a teraszon hetente rendeztünk, a grill teraszon koncerteket, tehát összesen azt hiszem, hogy így 20. Hát végül is a nyár egy kicsit kimaradt, hiszen akkor kevés program van a művelődési házban, és a többi hónapban általában egy volt, kivéve május és június, ahogy mondtam. A Mirko koncertje zárja a hangfonó sorozatot idén. Azért esett rá a választás, mert idén 20 éves a művelődési ház, és szerettük volna fölléptetni a helyi zenészeket, aki már így lépett föl a Harcsa Veronika novemberben, és Mirko is most decemberben. A következő évben természetesen folytatjuk a sorozatot. Tulajdonképpen nagyjából havonta tervezünk egy hangfonó koncertet, de egy májusi napon szeretnénk egy ilyen mini fesztivált is rendezni, amikor több fellépő is van. Ha jó az idő, akkor reméljük, hogy kint az udvaron, vagy hátul a fák alatt meg lehet ezt rendezni. Talán olyan meleg lesz, hogy még a fűre is le lehet majd heveredni. Mirko, azaz Milosevic Milán az ország egyik legnagyszerűbb billentyűs zenésze. Idei első önálló budakalászi estjén zenésztársaival, barátaival lépett színpadra. Vendége volt többek között Kulai Tímea. Zenei stílusát számos műfaj alakította. Az elektronikus New Age-től és filmzenétől kezdve az afroamerikai műfajokon át egészen az italo diszkóig és az eurodance-ig, ezek közül személyiségéhez legközelebb a soul zene áll.
nagyon sokféle stílusban készültünk. Lesznek szólozongora darabok, ezek jazz, kortárs, filmzenei, könnyűzenei vonatkozásúak. Lesznek duó dalok, Timivel, aki énekelni fog, meg fogunk játszani modern jazzt. De nem tudjuk igazából, tehát improvizáció lesz alapvetően az egész. Én úgy tapasztalom, hogy először 98-ban vagy 99-ben volt itt egy jazz kávézó sorozat itt a Faluházban. Ez ugye lassan már 20 éve volt. És lógtak az emberek itt fönt a karzatról, tehát annyian voltak, mint a hangyabolyban a hangyák. És mindenféle különösebb szervezés, meg reklámozás nélkül, ugye akkor még Facebook se volt, meg ilyen internet se, éppen hogy csak jött be. És meglepő módon tömegeknek játszottunk Pomázon is, a jazz kávézóban, itt Budakalászon is, és én azt tapasztalom, hogy egyre kevésbé. Tehát a mai kultúra, meg a mai fiatalok nem nagyon nyitottak az úgymond értékekre, hogyha lehet értékeknek nevezni az ilyen zenei értékeket. Értékekre nem annyira nyitottak, mint régebben. Van egy saját projektem, melyben villogó LED ruhákban, ilyen robot ruhákban zenélünk. Az a neve, hogy RGB. Az idei év javarészt erre, ennek a felépítésére és fölfuttatására telt. Elég nagy sikerrel. Nagyon sok koncertünk volt az A38 hajón, a Dürer kertben, múlt héten a Hung Expo-n. Ezzel a formációval, akikkel ma itt fellépek, ez egy ilyen rendhagyó, vagy egy ilyen egyedi összeállítás. Eleve a Trio Sripio, akik hangszeren fognak ma csatlakozni hozzám, a basszusgitáros nem állandótak, hanem helyettes, és igazából így még nem is próbáltuk össze a dolgokat. Ebben a felállásban utoljára 4 éve játszottunk Pomázon. Párommal, Timivel viszont aktívan játszunk duóban is, meg ő egyedül is kíséri magát zongorán, de meg fogjuk oldani szerintem lazán. Akkor ezek szerint ez egy rendhagyó est lesz a budakalásziaknak? Rendhagyó. Számunkra is rendhagyó, és a budakalásziaknak is. Tehát ilyen összeállításban és itt, ezen a helyszínen még nem volt. Januárban tovább folytatódik a Faluház könnyű zenei program sorozata. Ha évente legalább egy alkalommal adunk fért, megmenthetjük 3 embertársunk életét. Véradók lehettek mindazok, akik betöltötték a 18. életévüket, de még nincsenek 65 esztendősek, valamint egészségesek és testsúlyuk legalább 50 kg. A nők évente 4-szer, a férfiak évente 5 alkalommal adhatnak vért. A két véradás időpontja között legalább 56 napnak kell eltelnie. A Magyar Vörös Kereszt 2016. december 19-én délután 3 és este 6 óra között véradást tart a Kóskároly Művelődési Házban. A véradókat kérik, hogy fényképes igazolványt és talkártyát hozzanak magukkal. December 10-én az ifi csapat is megmérkőzött Tatabánya együttese ellen. Az ellenfél végig magabiztosan is jól játszott, így a győzelemmel járó 2 pontot is megszerezték. Erős ellenfél volt a Tatabánya, ennek ellenére sokkal jobb és szorosabb meccset játszhattak volna ellenük a kalászi fiúk. Védekezésben a beálló játékot nehezen tudták megoldani a fiúk, kezdte interjúját Józsa Máté edző. Vegyes érzelmek vannak bennem, és azt kell mondjam, hogy kevesebb pozitívumot láttam, mint negatívumot. Az a kicsit az a problémám, hogy lehet, hogy a társadalmi ilyen általános fáradtság van, hogy már mi iskola, már picit karácsonyoznak fejben, az edzés látogatottsággal sem vagyok megelégedve, ebből kifolyag az edzés munkával sem, de tudjuk be annak, hogy akkor januártól elkezdünk egy komolyabb felkészülés, egy-két embernek picit el kell gondolkozni ezen. Most így utánpótlásnyitán sajnos erről kell beszélnem, de megbeszélt dolgokat, konkrét dolgokat kérek és nem látom vissza. Ezt majd nekem is át kell gondolni, hogy kivel kell dolgozni, meg kivel nem, de majd tegyük félre most ezt a dolgot. A mutatott játék sajnos nem olyan volt, amit szerettem volna. Úgy gondolom, hogy
hogy részekben tudtuk megoldani a védekezést, sajnos egyéni hibákból, amiket megbeszéltünk, tehát egyéni cselezések, stb., amit elvártam volna, hogy azokat ne tudják megcsinálni. Pontosan azokból kaptunk gólt, a többit azt megoldottuk, de támadó játékban egy-két emberrel voltam megelégedve, de hát ugye ez csapatjáték, tehát egyénileg nem tudjuk megoldani, azért erős védőfallal találkoztunk. Nem tudom, próbáltunk védekezést is váltani, az egy ideig jól működött. Picit fejben többet várok a srácoktól. Úgy kezdtem a mérkőzést, hogy igen, ez egy jó csapat, komoly edzés számokkal dolgoznak a gyerekek, valaki már ott kopogtat a más felnőtt csapatoknál, illetve játszik is, de viszont próbáltam levenni a vállukról a terhet a srácoknak ennek ellenére. Most igen, elismerjük, hogy ez egy jó csapat, de hát mi fejlődni akarunk, és hogyha fejlődni akarunk, akkor ilyen csapatok ellen, ha részfeladatokat is részfeladatokat kell megoldanunk, és most kevesebbet láttam ebből, részfeladatát tudtuk csak megoldani. Persze megviseli a srácokat, kijönnek a szülők, kijönnek a vezetők, ugye itthoni környezetben szeretnék bebizonyítani a játékos, illetve csapat, hogy igen, jó kézilabdázunk, ez nem mindig jár eredményem. Azért mondom, hogy ha részfeladatokat meg tudunk oldani, akkor ez már tök jó lenne. Lehet, hogy valamelyik játékos picit nyomja ez a tét, vagy begörcsöl tőle, ahogy én látom, de hát ugye azon dolgozunk, hogy fejben is ezeket le tudjuk rendezni. Ugye hát mi nem kész játékosok, tehát hogyha kész játékosok lennek, akkor most bemennek az ötözbe, azt mondanám, hogy hát gyerekek, akkor ezt most ez meg ezt nem így kellett volna. Le is fogok mondani, de hát ugye ez már járt volna a szankciókkal, de jelen pillanatban ugye azon vagyunk, hogy fejlődjünk, tehát itt gyerekekről van azért attól függetlenül szó, van, aki már előrébb tart, valaki nem, de hát ugye ez majd évek múltán fog kiderülni, ki jóval jut, ezen dolgozunk, mint fejbe, mentálisan jól legyenek, és illetve fizikailag, illetve csapatszinten is. Az őszi szezon utolsó meccsét Csurgó csapata ellen szintén hazai pályán játszották a fiúk, a győzelem azonban így sem sikerült. A Budakalász ma adását lettek, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Köztér című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!